1992. február 22-én gördült fel először a Mandala Dalszínház függönye. Magyarországon az elsők között jött létre a Kőszínházon kívüli, független, önálló nyíregyházi társulat. Magányosra vagyok, ajtót és ablakot zárjatok mindve, ne lássonok én. Első előadásuk a József és a Bűvös kabát volt, amelyben Nagy Zoltán játszotta a főszerepet, aki azóta is a társulat tagja. Alapító tag vagyok, tehát akkor a színház akkor alakult, és egy olyan missziót tölt be a színház, ami ugye felkarolja a fiatalos tehetségeket. Akkor ugye meghallgatás volt, felvételt nyertem a színházba, és akkor felvettek a színházba, és elindult a munka. Nagy élmény volt azért, mert én előtte nem énekeltem, tehát nem játszottam úgymond színpadon, és a színpad az egy külön világ. A színpad az egy mesés világ, és mindig jó volt színpadon játszani. Ez mindig erőt adott nekem, mindig ebből merítettem, és máig ebből merítek. Az elmúlt 30 évben közel 6000 előadást állított színpadra a társulat, amelyet közel 2 millió néző láthatott határon innen és túl. Az állandóság az, hogy van Mandala Dalszínház, és vannak előadások, és a nézők ellátogatnak hozzánk, és van társulat, mert mindig is társulatként működtünk. A társulat összetétele hát 30 év alatt persze sokszor változott, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a Mandala Dalszínház társulata nem egy ilyen havonta vagy nagyon sűrűn váltakozó személyi összetételű társulat, hanem azért itt, akik másodgenerációba jöttek ide, mondjuk fogalmazunk így, azok közül sokan vannak, akik 20-25 éve itt vannak. Tehát, és akik elmennek, gyakran visszatérnek hozzánk. A Dobos László alapított a társulat komoly előadások mellett, musicaleket és rockoperákat is színpadra állított már, a következő premierjük pedig a Csárli Nénye című zenés vígjáték lesz, amelyet már 6. alkalommal Mikó István rendez a társulatnak. A történet az két egyetemista fiú, Charlie és Jack, oxfordi szerelmével indul, beleszeretnek a spidigű lányokba, viszont mivel az 1900-as években járunk, így az udvarlás nem olyan egyszerű, Gárdedám kíséretében találkozhatunk mindig csak a lányokkal. Ezért pont kapura jön egy milliómos özvegynéni látogatása, aki Charlie-nak a nagynénye, és ezen apropóból kifolyólag kitalálja a két fiú, hogy egy villás reggelin, melyet a nagynéni tiszteletére rendeznek, bevallják és szerelmet vallanak a spidigű lányoknak. Azonban a néni késik, és innentől kezdve óriási fejtörést okoz, hogy lesz itt szerelem. Kitalálják, hogy egy harmadik jó barátjukat, Beberlit, beöltöztetik Charlie nényének. Hogy a történet hogyan végződik, az a premier előadásból március 11-én pénteken 19 órakor kiderül. Előtte azonban még egy születésnapi gálaműsorra várja a Mandala Dalszínház a közönséget február 26-án a Váci Mihály Kulturális Központba, ahol az elmúlt 30 év legjobb jeleneteit láthatják az érdeklődők Mikó István és Varga Miklós vendégszereplésével.